Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Samsung által gyártott 10 okostelefon prototípusát látjátok, aminek még neve nincs, azonban igazából már működőképes szinte minden szempontból. Kijelző méret az kérdéses, egyelőre 5 col körül lehet, ezt nem tudjuk még ilyen pillanatban, hogy a hardware-ről sincs info. Samsungtól megszokott módon egy középső gombot kapunk, illetve 2 darab világító érintőgombot. Kijelző felé került kamera, fényérzékelő, hangszóró, illetve amint látható, kis mésejt szerkezetet, vagy bocsánat, háromszög, vagy négy, nem is tudom milyen formájú mintázattal rendelkezik az előlaborítása. Hasonló illetve mintázatot kapott a hátlap is, ami igazából műanyag, plasztik, mint ahogy megszokhattuk ezt a Samsungtól. Van hátlapa, egy hangszórunk, egy kameránk, valamint egy flash vakunk is. A készülék jobb oldalára került a bekapcsoló gomb, bal oldalon van a hangerőszabályozó gomb, felül van a jack csatlakozó, illetve a mikrofon, alul pedig a mikrofon mellett van egy micro USB, ami egyébként hiányzik róla, de lesz egy kis takaró is, lévén, hogy egy vízálló telefonról beszélünk. Itt látható, hogy a ház belső részében van egy gumiszigetelés, ami erre utal. Itt az akkumulátor, ami 9,88 wattóra a kapacitású, hogy ez pontosan hány milliampere-amper óra, hány milliampere óra, azt nem tudjuk. Van egy mikroszim, illetve egy sima SIM kártyaszlot is. Valamint itt a 4G arra utal, hogy akár LTE képes is lehet a készülék. Megnézzük magát a rendszert, használat közben. Igazából viszonyatosan hasonlít az androidos TouchWiz felületre. Már itt ezen a részen is. Mondjuk ez pont nem. De hogyha belépünk a menübe, itt is tulajdonképpen mintha csak egy androidos felületen lennénk. Ugyanez a helyzet az érintőképernyőn is, illetve hozzád az értesítési sávon. Valamint itt a beállítások is rendkívül hasonlít a Samsung TouchWiz-re. Egyelőre, ahogy látható, tényleg szinte semmilyen információ nincs a telefonról, így nem tudni a hardware-t. Connection-be, hogyha belemegyünk, itt látható van NFC, természetesen a Wi-Fi Direct, illetve egészen sok apró beállítási lehetőség van. A különböző mozgatás alapú funkciók is megtalálhatók benne, tehát például a Smart Rotation vagy a Smart Stay. Ez hasonló ugyanúgy csak, mint az Androidban tapasztaltuk. Nagyjából, hogyha a főoldalt nézzük, le van másolva az összes Samsungos alkalmazás Androidból. Itt a kontaktok nagyjából ugyanúgy néznek ki. Androidon ugyanez a helyzet, nagyjából billentyűzettel a tárcsázóba. Itt nem mondanánk meg, hogy ez most Android vagy 10. A kamera alkalmazásnál ugyanez lehet elmondani, tényleg, mintha csak egy Galaxy S4 kamera szoftverét látnánk. Amit látható, 8 megapixeles egyébként a kamera, videóban Full HD a maximális rögzítés. Ha megfordítjuk, akkor az előlapi kamerából is láthatunk pár részletet. Nem annyira rossz minőségű, bár kicsit jobbat váltunk elsőre. Itt a beállításokból láthatjuk, HD videófelvétel van, illetve Full HD, azaz 2 megapixeles fényképkészítési lehetőség. Elérhető itt is, már a 10 alatt is ez a Samsung által használt DualShot funkció, ahol az előső hátlapi kamerát egyszerre lehet használni. Menübe, hogyha visszamegyünk, látjuk, van már egy-két játék is, ilyen például az Asphalt 8, ami úgy tűnik, hogy a GameLoft által elérhető már a 10-re is. Ezt ugye megnézzük, hogy hogyan képes futni rajta. El is indítunk egy gyors játékot. Szépen indul is el a játék. Egy picit talán pixelesebb, illetve nem annyira jó a kidolgozott, mint Android alatt.
Látható a sebessége, tulajdonképpen nincsen gond, ugyanúgy használható játék, mint Android alatt. Valószínűleg a Samsung azon van, hogy a 10-re is minél több alkalmazás elérhető legyen, mint ahogy látható, hogy elérhető például a Gameloft által kiadott Asphalt 8. Ugyanígy láthatunk a G-Surfert, mint játékot, Pocket RPG, illetve hasonlókat is. Tehát valószínűleg igyekeznek egyre több játékot kiadni majd rá. Van elvileg egy YouTube alkalmazásunk is, bár ez itt jelen pillanatban inkább úgy néz ki, mint egy böngésző alapú YouTube. Tehát valószínűleg ez nem egy kifejezett natív alkalmazás, csak a mobil felületet használja egy alkalmazás képében. Illetve hát a megszokott Samsungos programok is átültetésre kerültek, mint az S-Memo vagy S-Planner. Itt látható, hogy ugyanúgy lehet rajzolni, írni akár a kijelzőre. Amit még láthattunk, és érdekes, az a 10 Store, hiszen van saját alkalmazás boltja is már a rendszernek, míg ha nem is nagyon gyors. Itt látható, megnézzük, hogy mondjuk a Gameloftból hát ha látunk más játékot is, nem csak az Asphalt 8-at. Érdekes, hogy elvileg 10,5 megabájt méretűnek jelzi az Airborne a játék, illetve nem is nagyon látok, talán itt rá tudunk, mert nem tudunk rámenni a developerre, ahogy látom, így nem tudjuk megnézni, milyen más játékok érhetőek el mondjuk. Itt látható, hogy így is elég sok alkalmazás már megjelent, annak ellenére, hogy azért valószínűleg még azért van lemaradás, nem hiszem, hogy annyira sok app volna, mint amennyire tűnik, így mindennapos használat során valószínűleg feltűnne néhány hiányosság. Ez volt tehát a Samsung prototípusa a 10 operációs rendszerre. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!